Köszöntöm nézőinket! A járási panorámát látják a Mosonisík és a Felső-Szigetköz híreivel. Július 1-e hivatalosan a Magyar Egészségügy napja. Ezen a napon született ugyanis 1818-ban Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Erről minden évben megemlékeznek Moson-Magyaróváron is, és a hagyományoknak megfelelően a Semmelweis napi ünnepségen díjazzák a legkiemelkedőbb egészségügyi dolgozókat. A kitüntetettek meghatódva fogadták az elismerést. E napon azokra a hősökre figyelünk, akikre életünk bármely szakaszában szükségünk lehet. Igen, önök hősök, mert minden nap harcba szállnak. Harcba szállnak a betegekért, az elesettekért, balesetet szenvedőkért, szülőnőkért, vagy éppen a kétségbe esett családtagokért. Végezhetik hivatásokat az alperlátásban, szakellátásban, a kórházban, mentődolgozóként vagy védőnőként. Ez a nap önökért, önöknek, önökről szól. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a Semmelweis napi ünnepséget Iváncsics János alpolgármester a Flash Központ színház termében. A nagy napra a Teátrumát Flexum is készült egy megható műsorral, majd pedig elérkezett a várva várt pillanat. Átvehették elismeréseiket a minket ellátó, egészségünket óvó, hétköznapi hősök. Moson-Magyaróvár város kiváló egészségügyi dolgozója kitüntetést vehetett át Oswald Lajos szülésznőgyógyász főorvos, Kelemen Lajos mentőszakápoló, valamint Galgóci Béláné Rózsa Jolán védőnő. Az ünnepség után egy fogadáson köszöntötték a díjazottakat. Azt szeretném, hogyha jó kedvűen, jó egészségben tennék továbbra is a dolgokat, hogy találkozzunk itt jövőre is, és még néhány esztendőben, ameddig a Jóisten megengedik, hogy közösen ünnepelhessünk önöket. Önöket, akik a legféltettebb kincsünk, az egészségügy őrzői. Engedjék meg, hogy emeljen poharam önökre, és kívánjam önöknek azt, amit tőlük, önöktől kapunk, az egészséget, és hagyj kívánjam minnyájuk életére, személyesen is a Jóisten áldását. Isten éltesse önöket, és gratulálok. A hivatásom az tulajdonképpen nagyon-nagyon közel áll az anyaszerephez, és igazából egész életemben csak anyának kellett lennem, ami azt gondolom, hogy minden nő számára egy nagyon felemelő dolog. Igazából ez tölti ki az egész életemet, és munkám során nap mint nap ezt élem meg, és most ha a Jóisten hozzá segít, akkor hamarosan nagymama leszek, és a saját családomban is folytathatom ezt a szép hivatást. A díj az egy visszajelzést jelent az ember számára mindenképpen, hogyha nem is mindenki számára, de vannak, akik számára jól csinálja a dolgokat, és egy visszajelzés, hogy érdemes ebbe az irányba haladni tovább. Több mint hivatás, azt gondolom, hogy ez egy életforma, amit mi csinálunk a mentőknél az elmúlt 20 évben, hogy mit szeretek benne, tulajdonképpen mindent, mert nélkül már nem lenne teljes az ember élete. Az 1997 és 2010 közötti egészségi állapotok elemzését tekintve Moson-Magyaróvár városa jelentős szereppel bír a járásban. Összességében elmondható, hogy jó adatokkal rendelkezünk, csökkenés mutatható ki számos betegség esetében. Vannak azonban még mindig olyan területek, amelyekre különösen oda kell figyelnünk egészségünk megőrzésének érdekében. Ilyenek például a daganatos megbetegedések. Kimondottan szerencsés helyzetben van Moson-Magyaróvár és a járás lakossága, ha az egészségről van szó. Ezt 13 évnyi adatelemzése bizonyítja. 5 főhalálokot vizsgáltunk egyébként, hogy ezek a keringési rendszer, daganatos megbetegedés, légzőszervi, emésztőrendszeri halálokok, illetve a külső halálokok. Tehát mindegyik vonatkozásában, mind az országos, mind a regionális átlagnál sokkal kedvezőbbek a mutatóink. Régiónkban a vizsgált időszakban minden negyedik ember valamilyen daganatos megbetegedés következtében halt meg. Ugyanez elmondható Moson-Magyaróvárról is. A férfiak körében majd minden negyedik ilyen halálozás a légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganatos megbetegedései miatt következik be. Második helyen a vastagbél, végbél megbetegedései állnak. Az adatok szerint a nőknek különösen oda kell figyelni erre, a legtöbb 65 év alatti nő halálát ugyanis daganatos megbetegedés okozza a járás területén. Nagyon fontos, hogy szűrhető halálokról beszélünk, a méhnyakrák, illetve az emlőrák vonatkozásában figyeltünk meg különös tekintettel Moson-Magyaróvár városa jellemzően emelkedő trendet. Ezek elkerülhető halálokok lennének, tehát kis odafigyeléssel, a szűrések igénybevételével megelőzhetőek lennének ezek a halálozások.
Oltások tekintetében viszont szinte 100%-os az életkorhoz kötött kötelezően beadandó védőoltások aránya. Az elemzés kitért a demográfiai adatokra is, amely szerint szembetűnő a gyermek és fiatal felnőtt korú 0-tól 29 éves korig terjedő lakosság számának csökkenése mindkét nemnél. Jelentősen emelkedett viszont a 30-39 év közöttiek és az 50 év felettiek száma. Mosonmagyaróváron mindkét nem korai halálozásában csökkenő tendencia mutatható ki, a férfiak esetében 20%-os, a nők esetében pedig 19%-os a csökkenés. Az egészséges életmóddal nagyon sokat foglalkoznak a mosonmagyaróvári járás területén, mind a szakemberek, mind egyéni kezdeményezésről is egyre több tájékoztatást, információt kapunk. Nagyon fontos lenne, hogy az egészségtudatos magatartás olyan értéket képviseljen mindannyiunk, különös tekintettel az egyén életvitelében, amely meghatározó szereppel bírhat. Nem árt odafigyelni a külső tényezőkre sem. A motoros jármű balesetekben elhunytak száma a nők esetében az ezredforduló óta tartósan emelkedik. 2004 óta a hazai átlag felett van. Örömteli hír viszont, hogy a nikotin függőség már kevésbé jellemző a járásra és Mosonmagyaróvárra. A férfiak dohányzással összefüggésbe hozható korai halálozása 38%-os, a nőké pedig 21%-os csökkenést mutat. Az adatokat figyelembe véve elmondható, hogy a város egészsége jó helyzetben van. Az odafigyelés azonban mindig szükségszerű, hiszen egy jól időzített szűrés az életünket mentheti meg. Immár 5 település, Mosonmagyaróvár, Halászi, Mária Kánok, Levél és Mosonudvar alkot közös szennyvíztisztítási társulást. Az új Széchenyi terv támogatta a társulás fejlesztési szándékát, így megindulhatott a 3 milliárd forint értékű beruházás. A munkálatokkal a megadott ütem szerint haladnak a mosoni szennyvíztisztító telepen. A felújításra és a bővítésre legfőképp környezetvédelmi szempontból volt égető szükség. A kivitelezők úgy végzik a munkájukat, hogy az a legkevésbé se befolyásolja a folyamatos üzemeltetést. A tervek szerint ez év végére befejezik a munkálatokat. A 90-es években épült a Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep. Egy idő után sajnos kiderült, hogy nem tudja kellőképpen ellátni a funkcióját. Egyre több ház épült a városban, és ezáltal a lakosság szám is megnőtt. Előfordult az is, hogy környezetvédelmi bírságot szabtak ki az üzemeltető akvaszolgáltató Kft.-re. A Győr-Moson-Sopron megyei bíróságon egy ítélet is született, amely tulajdonképpen a további környezetszennyezéstől eltiltotta az Aqua Kft.-t, hiszen az innen megtisztított szennyvíz egyébként tisztított állapotban a Mosoni-Dunába került tovább, és sajnálatos módon az utóbbi időben már valóban a Mosoni-Dunát szennyeztük, tehát nem tudta ellátni igazából feladatát ez a mű. Ugye amikor 2007-ben megnyílt az Európai Uniós ciklusban a lehetőség pályázatra, akkor első alkalommal még Mosonmagyaróvár város önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat adott be tervezésre egy pályázatot, amelyet az Aqua Kft. Bonyolított. Ezután 2010. januárjában jött létre a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, amelynek éppen a közelmúltban bővült egy településsel a taglétszáma. Mosonudvar is teljes jogú tag lett. 2010 tavaszán adtuk be a pályázatot, amelyet 2010-ben visszakaptunk teljes átdolgozásra, majd ismételten benyújtotta a társulás, és aztán 2011-ben kaptunk először támogatólevelet, majd 2011. augusztusában írtuk alá a támogatási szerződést. Ezt követően állhattak neki a munkának, amelyet a társulás munkaszervezete végzett, valamint Mosonmagyaróvár városa megvette a telep melletti területet. A jelenlegi munka már az újonnan vásárolt területen zajlik. 2014 őszén a kivitelezővel létrejött a vállalkozási szerződés. Erre egy konzorcium alakult, amely a közbeszerzési eljárás során nyerte el ennek a jogát. Ahogy mögöttünk látjuk, új műtárgyak nőnek ki a földből, és aztán majd a következő ütemében a régi műtárgyak is felújításra kerülnek, amelyben bizakodunk, hogy Mosonmagyaróvár város lakói, de egyébként azon települések lakói is, még akik ezen szennyvíztisztítót veszik igénybe, hiszen Halászi, Mária Kánok, Levél és Mosonudvar községek is ide tartoznak, gyakorlatilag napi szinten semmit nem fognak ebből észrevenni. Tehát úgy folyik tovább a szennyvíztisztítás, hogy mindig szakaszosan állítják le a művet és újítják fel, és gyakorlatilag
jelentősebb környezetszennyezés nélkül napi szinten ugyanúgy folyik majd a szennyvíznek a tisztítása. A tervek szerint magával az építési munkálatokkal ez év novemberében, decemberében szeretne végezni a társulás. Műszaki problémák természetesen bármikor előállhatnak, és az időjárás is nagy mértékben befolyásolhatja ezt. A projekt lezárásához hozzátartozik majd egy téli és egy nyári próbaüzemi időszak is, hogy lássuk, hogy valóban produkálja azokat a paramétereket hosszú távon ez a szennyvíztisztító, amely célból létrejött, hiszen a célja az volt, hogy a környezetet, a Mosoni Dunát ne szennyezzük, azt, hogy a fiatalságot környezettudatosan tudjuk nevelni, hiszen magán a szennyvíztisztítón kívül itt egy látogatóközpont is létrejön, és egyúttal energiatudatos is legyen maga a projekt, hiszen részben az itt megtermelt biogázból fogják az energiaellátását a telepnek biztosítani. A turisztikai kollégium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részeként rendszeresen ülésezik, ahol a tagok a legfontosabb problémákat, lehetőségeket tárgyalják meg. Most kivételesen nem a fővárosban, hanem Győrben üléseztek, majd pedig Moson-Magyaróvárra is ellátogattak. Városunkban a szórakozásé volt a főszerep. Megtekintették a Szigetközt, a Futurát és a hely többi turisztikai lehetőségét is. Kedves egészségetek! A Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara meghívására érkeztek városunkba a turisztikai kollégium képviselői, hogy megtekintsék Moson-Magyaróvár és a Szigetköz kincseit. Ebből a városból is azt kell kihozni azokat a lehetőségeket, amiket az adottságai rejtenek vagy adnak. És a határközeliség az mindig is egy előnye volt ennek a városnak, szerintem a jövőben is az lesz. Ehhez a helyi üzleti közösségeket kell megerősíteni, mert szerintem az elmúlt 20 évben ezek lepusztultak. A belvárosok kihaltak vagy kiürültek, az üzletek jó része bezárt, lecsúszott a színvonaluk, a vásárlók átszoktak Pándorfba és más különféle osztrák üzletekbe. Ezeket kell visszaszerezni. Erre megvannak a technikák, például amit városunk is alkalmaz a hosszú csütörtöki zenélésekkel vagy a virágosítással. A tagok Győrben üléseztek, Moson-Magyaróvárra pihenni és szórakozni érkeztek. Persze, emellett volt más oka is a látogatásnak. Azért, hogy azok a kollégák, akik szakmabeliek, turizmusban érdekeltek, szállodaiparban, vendéglátásban vagy annak legkülönbözőbb területein, azok lássák, hogy Moson-Magyaróvár valami látnivaló is van, élmény is kapható, nyújtható, mint ahogyan Győrbe is. Ugye az autópálya az nagyon jó dolog, csak az elviszi az embert a városok mellett, és körülbelül gondolom Moson-Magyaróvár nevére is csak a lejáratokról emlékeznek az autópályán Bécs felé utazók. A jó hangulathoz a Kult utca adta meg a kezdőlökést, a Szigetköz nyugodt környezete után pedig a Futura világa varázsolta el a vendégeket. Én azt gondolom, egy nagyon szép ennek a belvárosnak az arculata, a most gyógyfürdő meg egyéb más kiegészítésekkel együtt egy olyan turisztikai attrakciót jelenthetnek, amiért érdemes letérni az autópályáról, és esetleg egy-két napot vagy pár napot itt eltölteni, kiegészítve Szigetközzel, víziturizmussal. Én mindenképpen örülök annak, hogy például a Futura élményközpont ezt teljesen elvarázsolta, kicsit a magam korabelieket is gyerekké tette, amikor ott pár ilyen attrakciót kipróbálhattunk, amit ebből a valamikori malomból alkottak Mosonba. Azt gondolom, hogyha olyan személyek érkeznek a városba, akik már sokat láttak a turisztika vonatkozásában, és elismerően nyilatkoznak mondjuk a Moson-Magyaróvári gasztronómiai, turisztikai attrakciókról, akkor ez mindenképpen sokat jelent. Az ízletes vacsora közben felidézték egymás között a Moson-Magyaróváron szerzett élményeket és a kellemes pillanatokat. Már mondhatni hagyományá vált a Levéli Nyugdíjas Egyesület életében az úgynevezett rétrehívás, amikor a kistérség idősei a szabadban töltik el együtt az időt. Először Mária Kánokon, majd Halásziban, de volt már találkozó Ásványráron is. Ez alkalommal levélre látogattak el a horgásztóhoz, hogy nosztalgiázzanak, énekeljenek és szalonnát süssenek. Az úgynevezett bigézést mutatja be a hölgy levélen a nyugdíjas találkozón. Ezzel a játékkal alapozták meg a hagyományos rétrehívás hangulatát. Először volt Kálnokon, majd Halásziba, a Babos-Majorba, és akkor volt Ásványráron, tavaly a Biszónál a Margaréta rendezésében, és az ötödik az utolsó ötödik alkalom, amit itt levélen rendezünk meg. Hát itt közel 100-an vagyunk. Ez tisztelepülésnek a nyugdíjasai, akik úgy gondolták, és kedvük volt arra, hogy ide eljöjjenek, hát azok vannak itt. Ez ilyen piknik-szerű
Ahogy szoktuk mondani, ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek, ez nálunk nem teljesen így van, mert azért vendéglátással is készítünk, házi készítési pogácsával, amit a konyhán sütöttek nekünk frissen máma. Akkor felajánlásból kaptunk ásványvizet, üdítőt és egy üveg bort, na ezzel kínáltuk meg a vendégeinket, minden asztalra tettünk le egyet. Egy falu életében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek. Levélen is nagyon mozgalmas és izgalmas a közösségi élet, hangsúlyozta Papp Zoltán polgármester. Több civil szervezetünk működik és aktívan működik, hát köztük nyilván a nyugdíjas egyesület is, az egyik talán legaktívabbak közé tartozik. Úgyhogy fontos az ő szerepük a falu életében. Ezt mi meg is próbáljuk köszönni, meg is próbáljuk hálálni azzal, hogy minden civil szervezetünknek költségvetésben biztosított támogatást is adunk a működéséhez. Hát elsősorban ilyen közösségépítő rendezvényekhez, vagy a falu jó hírét továbbvivő rendezvényekhez, programokhoz, mint aminek most is itt részesei vagyunk. Hiszen, ha jól emlékszem, 3 vagy 4 éve indult útjára ez a Rétrehívás nevű program a nyugdíjas egyesületek között, és hát most a mi egyesületünk vállalta a házigazda szerepét, és hívta meg a környékbeli nyugdíjas egyesületeket, hogy jöjjenek el ide levélre, ide a Horgásztó környékére, hiszen itt egy nagyon szép környezetben, nagyon jó körülmények között találkozhatnak a nyugdíjasok. A délután folyamán a jó hangulat csak fokozódott. A vidám pillanatok és a finom falatok elfogyasztása között egy-egy ének is elhangzott a régi idők emlékére. Minden cseplenék egy kis gyönyör, cimborát köszöntök fél kupámat, cimbora kívánom, hogy éj soká. Az ének szóra még a citera is előkerült. A régi katonadalok, no meg persze a szerelmes nóták hamar visszaidézték a nyugdíjasok fiatalkorát. Az idő múlása azonban nem befolyásolja a jókedvet, most is ugyanúgy tudnak mulatni, mint 20 éves korukban. Ezen jöttünk ma Mária Kálnokról ide, és nagyon kellemes meglepetés ért bennünket ezen a gyönyörű tóparton. Ezeket a találkozókat ugye Mária Kálnokon rendeztük meg először. A célja az volt, hogy egymás települését megismerjük, mégpedig úgy, hogy az adott vendéglátó településnek ez lehetőleg ne kerüljön anyagi megterhelésre. És akkor így lett ebből egy ilyen batyús, hogy ki mit hoz, azt teszik, azt ízik, és egy teljesen kötetlen baráti találkozó. A Rétrehíváshoz hasonló találkozók nagy szerepet játszanak a nyugdíjasok életében. Az összetartozásból, egymásból és a jókedvből merítenek erőt a hétköznapokhoz, tette hozzá a vezető. A szépkorúak mindent elkövetnek azért, hogy a jövőben is rendszeresen összeüljenek, és még számos vidám pillanatot éljenek át együtt. A kistérségi egyesített szociális intézmény ellátottja is szalonnát sütöttek, és népdalokat énekeltek. Ők a mosoni szabadstrandra látogattak ki. Tavaly már nagy élményt jelentett az időseknek a Dunaparti együttlét. Ez a program az egyik kedvenc időtöltése a szépkorúaknak. Nagy pénteken születtem a világra, nem fülöztöm meg engem meg a bába, megfülöztem én a rába a bos vizébe. Citera szóval indul a kistérségi egyesített szociális intézmény közös délelőttje, az ismert népdalok éneklésébe páran be is csatlakoztak. Az időjárás pedig éppen megfelelő volt a szalonnasütéshez. Tavaly nagyon-nagyon jól sikerült, mindenki úgy élte meg, hogy ez egy igazán jó program volt. Én magam is úgy gondolom, hogy talán ez egyik legjobban sikerült program, hiszen a tavalyi még egy kicsit spontánul alakult, nem szerveztük különösebben, de mindenki nagyon jól érezte magát. Idén már tudatosan készültünk rá.
és hát ha jól számolom, akkor több mint a duplája a lakóknak itt van a tavalyihoz képest. Idősebb embereket már nehezebb bármilyen programra rávenni, mozgósítani, tette hozzá a vezető, ám erre a délelőtre nem kellett sokáig bíztatni az ellátottakat. Több szempontból is ez az egyik legkedveltebb időtöltésük. Egyrészt, mert nem a megszokott környezetben van, tehát nem bent az intézmény falai között. Másrészt meg, hogy egyáltalán kint a szabadban, hiszen azt hiszem, hogy ez a gyönyörű környezet, ez magáért beszél, tehát itt mindenki jól érzi magát, nincs amiért ne érezni jól magát. A közös élmények, a régmúlt idők visszaidézése számos kedves pillanatot okoz az idősekben. Úgy jöttünk, hogy a piacon keresztül mindenkiben rengeteg új, illetve régi élmény elevenedett meg, és már eleve úgy érkeztünk ide, hogy már mindenki egy csomó nosztalgiával jött ki, és hát találkoztak már ismerőssel, tehát ez is nagyon sokban segíti azt, hogy jól érezzék magukat az idős embereink. Az intézmény továbbra is folytatja majd a szalonnasütős hagyományát, sőt, nyár végére egy közös bográcsozást is terveznek ugyanezen a helyszínen. Szabadság elérte a diákokat is. Véget ért az iskola. A szülőknek nem kell aggódniuk, ugyanis a megszokott nyitvatartással üzemel a Moson-Magyaróvári Művelődési Házban működő Fiók. Az ifjúságsegítők azonban átkapcsoltak nyári üzemmódra. A bulik változatlanul csalogatóak, délutáni időtöltésnek ott a csocsó vagy az asztali tenisz, jó idő esetén pedig a méta. A szórakozás mellett azonban nagy hangsúlyt fektet a klub a tanulásra is. Én itt inkább számítógépezni, pingpongozni, meg csocsózni szeretek. Nyáron is minden nap délután 2-től este 8-ig várják az érdeklődő fiatalokat a Fiók Ifjúsági Klubba. Számos lehetőség közül választhatnak a gyermekek, hogy mivel üssék el az idejüket. Szerdánként kézműves foglalkozás van, ahol mindig különbözőféle programokat szervezünk a fiataloknak. Péntekenként pedig kamasztanya van, mindig más programot próbálunk szervezni a fiataloknak, általában sport, hogy koncerteink vannak, de próbálom mindig kiköltözni a helyszínekre, mert jó idő van. A szórakozás mellett természetesen nem maradhat el a tanulás sem. Leckeíró műhely működik a klubban, amelyel a pótvizsgára, érettségire vagy éppen a nyelvvizsgára készítik fel a tanulókat, mindig abból a tantárból, amelyre éppen igény van. Ők jönnek, hozzák a saját könyvüket, és abból készítjük fel őket, meg vannak adva, hogy mi kell a pótvizsgára, és arra készítjük fel őket. Látszik azt, hogy a tanulás szempontjából fejlődnek a gyerkőceink, akik tavaly nyáron jártak hozzánk tanulás segítséget igénybe venni pótvizsga felkészítésre, közülük az idejében senkinek sem kell végig tanulni a nyarat, mert mindenkinek legalább a kettese meg lehet minden tantárból, de inkább jobb eredményeket értek el. Felismerték azt, hogy sokkal jobban járnak azzal, hogyha már évközben segítséget kérnek azokból a tantárgyakból, amiből esetleg nehézségeik támadtak. A felkészítés mellett, vagy éppen két feladat között a diákok csocsózhatnak, pingpongozhatnak, vagy rajzolhatnak, persze a beszélgetés is hasznos időtöltésnek bizonyul. Igyekszünk olyan programokat kitalálni, amikkel igazodunk mi is a jó időhöz, ki tudunk települni. Elsősorban sportprogramokkal készülünk. Most már jó lenne, ha el tudnánk kezdeni idén is métázni, mert eddig sajnos úgy jártunk, hogy vagy esett az eső, vagy 40 fok volt, és ezért nem tudtunk menni, de most már megyünk. Petánkozni is, illetve minél több helyre, és kifele a szabadban, hogyha lehet. Az elmúlt egy évben a Fióknak sikerült kialakítania azt a kört, amelynek tagjai rendszeresen visszajárnak a foglalkozásokra, vagy csak tanácsot kérni, beszélgetni, és általában hoznak is magukkal valakit. A sok fiatal egy helyen pedig olykor hajlamos a kisebb szabályok megszegésére, mára azonban már kiküszöbölték ezeket a problémákat, megtalálták a közös hangot a gyermekekkel, és a szabályok teljesen egyértelművé váltak. Általában, hogyha büntetést kapnak ilyen szinten, hogy nem jöhetnek be pár napra a Fiókba, akkor a második, harmadik napon már jönnek, hogy hogyan tehetném jóvá, meg átgondoltam, és igazatok volt, kezdik felismerni, hogy vannak bizonyos dolgok, amikhez sajnos nekik is igazodniuk kell. Új szakmai igazgatóval kezdi meg a 2013-2014-es bajnoki szezont az MTE 1904. Az átalakuló bajnokságban nehéz év vár a felnőtt csapatra, amely végül az MB3-ban folytathatja a munkát.
Az új edző korábban már dolgozott Moson-Magyaróváron. Botos Antal, a Kaposvári Benne Ferenc Labdarúgó Akadémia vezetői székéből érkezik a Wittmann Parkba. Most még üres a pálya, csendes a lelátó, a kispadon viszont csere történt. Tiba Zoltánt Botos Antal váltja fel, aki 1999-2000-ben már dolgozott Moson-Magyaróváron. Szép időt töltöttem itt el Moson-Magyaróváron. Az egy más idő volt, ez úgy gondolom, hogy egy teljesen más idő lesz, más feladatokkal, más lehetőségekkel, úgyhogy nagyon izgatottan várom. Remélem, hogy egymásra találunk a csapat, meg én, a közönség, meg a klub. Tehát úgy gondolom, hogy nagy terveim vannak nekem is, és motivált vagyok. Az első év a csapatépítési jegyében telik, egy stabil gárdát kell felépíteni, sorolja a terveket a szakmai igazgató. Valószínű, hogy nehezebb lesz esetlegesen bajnokságot nyerni egy harmadik osztályban, és egy magasabb követelmény, egy profizmus lesz a második osztályban. Hát ehhez elő kell készülni minden tekintetben, játékos állományban, játékban, utánpótlásban, alapok lerakásában, gazdaságilag, szervezetileg. Tehát itt mindenképpen egy olyan komoly alapokat kell lerakni, amely aztán lehet építkezni. Botos Antal szerint egy jól fejlődő nyugati határszéli kisvárosba érkezik. A szomszédos államok mintát és motivációt adhatnak a játékosoknak. A térségben meghatározó klubnak kell lennie a Moson-Magyaróvárnak, véli az új vezető, aki korábban a Siófokot az NB1-ben irányította. Most a Kaposvári Benne Ferenc Labdarúgó Akadémia vezetői székéből érkezik hozzánk. Most is feladatom az MTE utánpótlásának a fejlesztése, a tanácsadása, az egész szakmaiságnak a megalapozása, az edzőknek a képzettségének és az utánpótlás egészének, a fejlesztésének a feladata is az enyém. És emellett ennek nagyon meg szeretnék felelni, tehát nagyon oda szeretnék figyelni, nem úgy, hogy a felnőtt csapat mellett csak úgy odafigyelgetve, hanem teljes mértékben meg szeretnék ennek felelni, hiszen a jövő az lehet, hogy itt egy saját erőből lehetne építkezni. A bajnokság augusztusban rajtol, az MLS hamarosan véglegesíti a csoportbeosztásokat. A csapat pedig várja majd a hazai mérkőzésekre a szurkolókat a Wittmann Parkba. Kedves nézőink, ez volt a járási panoráma a Mosoni sík és a Felső-sziget közhíreivel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!